Zalaegerszegre látogatott a lendvai egy és más színtársulat. A Keresztúri Dezső VMK-ban Örkény István egyik legismertebb művét, a Tóték című drámát vitték színre. A komor téma ellenére nevetett és jól szórakozott a közönség. A Lendvai Színház 2005-től vándorol. Bejárta már a Kárpát-medencét, volt Horvátországban és Magyarország több városában is. Zalaegerszegen most lépett fel először. Az ötlet közvetlenül a Nemzeti Művelődési Intézet Zala megyei irodavezetőjétől, Koncer Katalintól jött. Ők nagyon fontosnak érzik, hogy a muravidéki magyarok kulturális értékeit közvetítsék, és mi pedig mindig befogadók vagyunk az ilyen programokkal szemben. A történet a II. Világháború idején egy észak-magyarországi faluban, Mátraszentannán játszódik. A Tóth család Fejel Lajos, a község tűzoltóparancsnoka, nagy köztiszteletnek örvend. Felesége Mariska és lánya Ágika valósággal istenítik őt. Tóték fia Gyula pedig az orosz fronton szolgál. A háború elején a község postását behívták, így egy félkegyelmű torz alakot, Gyuri atyust tették a helyébe. Azt mondják, én hülye vagyok. Azt is mondják, hogy beleköpködök az ártézi kutba. A nehéz pillanatokban pedig mindig Ágika találja meg a megoldást. Ez egy serdülő korban lévő lány, 13 évesen, látja az őrnagyot, van, tehát a családban is így éli meg az új helyzeteket. Úgyhogy így egy kihívás is volt számomra, de hogy mondjam, én mindig úgy gondolom, hogy előadásról előadásra mindig lehetünk még jobbak, mint csapat, mint én magamra mondhatom azt, hogy sosincs az, hogy na most pedig elértük a csúcsot, és jobbár nem lehet, hanem mindig lehet még egy lapáttal rárakni, úgyhogy nekünk is fontos az, hogy tudjunk menni, tudjanak minket fogadni a művközpontok, hogy mi is tudjunk fejlődni. A történet szerint a család vendégül látja az orosz fronton katonáskodó fiúk parancsnokát, az őrnagyot. Tóték meg akarják nyerni az őrnagy jó indulatát, hogy gyermeküknek minél jobb sorsa legyen. A darabban egyszerre mutatkozik meg a hatalom érvényesülésének kettős arca, az, hogy a hatalom erőszakot tesz a kisemberen, és ahogy a kisember elszenvedi ezt.